4 perc múlva 3:48 folytatjuk. A pécsi orvostanhallgatók egy része önkéntesként vesz részt a koronavírus elleni küzdelemben. A kórházba érkező sérültek elsőként velük találkozhatnak a sürgősségi betegellátó osztályon. Az itt dolgozók szerint összefogás és csapatmunka nélkül nem lenne ilyen hatékony a betegellátás, ebben pedig kulcs szerepet kapnak az orvostanhallgatók is. Orvostanhallgatóként segédápolói pozíciót tölthetünk be. Ez nagyjából így a betegek alapellátását jelenti. Pelenkázás, ápolási feladatok, a betegekkel való kommunikáció, nyilvánvalóan túl van terhelve a rendszer, és olyan feladatokat nem tudnak most ellátni az ápolók, amik régebben ugye talán belefértek. Nagyon nagy, nagyon sok dokumentációs feladat van, és ezekben is tudunk például segíteni, de ugyanakkor sokszor a betegekkel való kommunikáció, a törődés. Az intenzív terápiában nagyon-nagyon fontos szerepük van, talán bizonyos szempontból fontosabb, nagyobb szükség is van szakápolókra, és ezek a szakápolók azok, akik hatalmas nagy tudásukkal, például itt egy ilyen sürgősségi osztályon is végzik a munkát, és őket gyakorlatilag úgy át kell csoportosítani, hogy covidos betegekkel foglalkozzanak, és az ő munkájukat próbáljuk mi, hát nyilvánvalóan tized akkor a kompetenciával, de pótolni, ahogy tudjuk. Az orvosi képzés alapvetően úgy van felépítve, hogy az első év után van nekünk egy ápolási gyakorlat. Mi első évben már megtapasztaljuk azt, hogy tulajdonképpen mi az, amit egy ápoló csinál, ami az egész rendszernek gyakorlatilag ugye a mozgató ereje. Most ebben a helyzetben alapvetően nem dolgoznánk, azt gondolom, ápolóként. Sok hallgató van egyébként, aki a boldog békeidőkben is így dolgozott. De most jelenleg mi kirendelt hallgatók vagyunk, tehát nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy vannak az önkéntes és vannak a kirendelt hallgatók. Mi ezt az egészet októberben kezdtük el pár hallgatótársammal, ilyen önkéntes jelleggel, akkor jelezte a klinika, hogy lenne igénye hallgatókra, és hát nekünk bejelentették az online oktatást, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy ez mégiscsak egy olyan szakmáról beszélünk, ahol elég fontos lenne bizonyos gyakorlati dolgokat is tanulni, és hát nem volt gyakorlatilag más dolgunk, úgyhogy egyértelmű volt, hogy jelentkezünk, és hát jelentkeztünk is, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt. Elképesztően sok kommunikációs, manuális készséget tudunk itt azért elsajátítani, és ezek nélkülözhetetlenek a szakmához. Tehát, hogyha valamit profitáltunk belőle, akkor mindenképpen ezt mondanám. Nagyon fontos szerintem orvosként is átlátni azt, hogy tényleg mekkora feladata van az ápolóknak, hogy mennyire fontos azt, hogy mi azt meg tudjuk csinálni. Erre egy példát tudnék mondani, hogyha van egy olyan eset, hogy nem tudnak vénát biztosítani egy idős hölgynek, akkor ott van az intenzíves nővér, minden hozzáértő nővér, aki már mondjuk 30 éve praktizál, és a rezidens orvost fogják felhívni, hogy biztosítsa azt a vénát. Na most, hogyha ő neki nincsen gyakorlata, akkor hiába van a doktora neve előtt. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy ezeket a manuális dolgokat is megtanuljuk a sok elméleti anyag mellett. Annak ellenére, amit az emberi szervezettel csinál ez a vírus, egy hatalmas lélektani problémáról is beszélünk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogyha csak egy-két kedves szóval, törődéssel tudunk fordulni a betegekhez, az nekünk is nyilván az empátia érzékünknek ugye a fejlesztése, de a betegeknek is nagyon jól tud esni. És egyébként ezt a koronavírus ellátóközpontban dolgozó barátaimtól hallottam, hogy sokszor tényleg megkönnyezték a betegek azt, hogy ebben az overában oda mentek hozzájuk, és megfogták a kezüket, és tényleg, ha csak ennyit hozzá tudunk tenni ez az egészhez, akkor azt gondolom, hogy már megérte. De érdekes módon pont ezt emelném ki, ez a lelki komponense a dolognak.